Ma egy nagyon finom kis kaját csináltunk itt a telken, házi pizzás csigát, ami azt mondja, 60 dekaga BL55 finom liszt, ha lehet ez a nagymama féle, ez tényleg nagyon jó minőségű. Azt mondja, hogy 3 deciliter langyos 2-8-as tej, élesztőből egy 5 dekagram, margarinból 10 dekagram, só egy, hát 2 csapott teáskanál, és egy egész tojás. Jó, egy nagyon szép kis kelt tésztát készítettünk, kézzel is lehet, géppel is megdagasztani. Hagyni kell körülbelül dagasztás után még egy 20 percet kelni, az asztalon lehet letakarva, ezután ki fogom nyújtani. Miután kinyújtottuk jól a tésztát, én már ide készítettem, egy házilag készített olaszos szúró alapot. Ez annyit jelent, hogy egy 2 fej vörös hagyma, egy 2-3 deciliter ketchup, le van pirítva saját zsírjába, a kolozsvári szalonna, lehet angol szalonna, lehet egy nagyon pici kenyér szalonna, és sertés gépsonka. Ugye ez akkor ketchuppal fölve húzva, egy kis rozmarin, oregano, bazsalikon mehet bele, só, pici fehérbors. Ebből a szugóval szépen megkenjük a tésztát, úgy lehetőleg, hogy mindenhova jusson belőle, majd szépen eligazgatjuk. Aki esetleg nagyobb vagy erősebb töltelékkel szereti, ez természetesen ezt fokozhatja mennyiségileg, de én azt mondom, hogy egy ilyen mennyiség egy pizzás csigához teljesen elég, mivel nagyon intenzív lenne a íze, hogyha ezt még további töltelékkel növelnénk. Semmit nem hagyunk az edényben, mindent kifaparunk. És jó alaposan akkor, ahogy beszéltük, eldolgozzuk a masszát rajta a szúgót. Közben én már ide készítettem a sajtot is, ami lehet ementáli, lehet trapista, lehet óvári. Teljesen mindegy, ki melyik sajtot szereti. És ezzel meg fogjuk szólni, pontosan rá fogjuk reszelni a tésztára. Jó, alaposan elkenjük. Innen most már lehet látni, hogy alakul a dolog. Mindenhova jusson, nyugodtan a széleket még meg is nyújthatjuk. Na, eddig tökéletes. Jó, mindjárt ráreszeljük a sajtot, és utána jöhet a feltekerés. Körülbelül egy jó 10-12 deka sajtot használtam föl a reszeléshez. Ráreszeltem, és most jöhet a felcsévélés, a csigacsévélés. Mindjárt visszatérünk. Fölvágtuk a pizzás csigát, így néz ki körülbelül. Azt hiszem ennyi, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 27 darab jött ki 60 deka lisztből. Hagyjuk kelni fél órát körülbelül, ezt még eszersajtal megszórjuk, 200 fokos sütő, 10-12 perc, és megmutatjuk milyen lett. Amit még elfelejtettünk, egy egész tojást felverjünk, és szépen mindegyik csigát kívül-belül megkenjük. Jó, és nem sokára visszatérünk a végeredménye. Egész tojással megkentük, reszelt sajt rajta van. Innentől kezdve meleg helyen, körülbelül
10 percig még kelesszük, és mehet be a 200 fokos sütőbe 10 percre. Közben pillantunk a sütőbe is, és megnézzük, hogy milyen gyönyörűen kelnek a csigák. És pár perc készen van. És ime, kész vannak. Fantasztikus pizzás csiguszok. Teljesen szépen jól megkeltek. Szép nagyok lettek. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Dupla elnőtt mindegyik. Sziasztok!